Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, az középen látható. Itt felül és alul. Amennyiben itt egy férfiről van szó, mert ő a te lelki társad, akkor ő áll itt a középpontban. Minden körülötte forog, de nem tudja, hogyan kellene döntenie, hiszen itt van mellette a felhő, minden olyan átláthatatlannak tűnik, nem tudja, hogyan tovább. Az is lehet, hogy elvárja azt, hogy te odafigyelj rá, csodáld őt, hogy megkapja az elismerést, de te ezt nem teszed meg, emiatt nem tudja, hogy mit gondolsz, vagy mit érzel iránta, hiszen itt van a felhő, olyan, mint egy fátyol. A felhő jelentheti az időt is, mégpedig fél évet, hogy fél éven belül ő szeretné megvalósítani a terveit. Hogyan érzi magát, az itt látható. A gólyák jelentik a változásokat, vagy megváltozik a hozzáállása, vagy megváltoztatja a külsejét, vagy lesz egy munkahelyi változás, vagy egy költözködés, vagy valami megváltozik kettőtök között, és a gyermek jelentheti a gyermekeket is, például egy kisbabának a születését, különösen, ha itt vannak a gólyák, amit a gyermek még jelenthet, az ő ártatlansága, vagy a fiatalos kisugárzása, vagy egy új irány, egy új kezdet, és itt a hajó jelenti ehhez a reményt, vagy jelenthet egy utazást, egy közös utazást, vagy egy látogatást. Mert vagy ő tervezi azt, hogy meglátogat téged, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? A ház jelenti a biztonság érzetét, az alapokat. Erre az alapra szeretne veled együtt kiépíteni valamit. A ház jelenthet egy ingatlant. Ebben az esetben a levél utalhat egy szerződésre, bérleti szerződésre, vagy adásvételi szerződésre. A ház jelentheti a te otthonodat, hogy meg akar látogatni téged, vagy jelentheti az ő otthonát, és akkor a levél egy meghívó szeretni azt, ha meglátogatnád őt, és itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket, vagy hogy tisztázódik köztetek valami, vagy tisztázódik körülötte valami. A ház jelentheti a családi kapcsolatokat is, és a levél esetleg utalhat arra, hogy valaki mindig előír számára valamit, de nem akarja ezt a továbbiakban, hanem tisztázza ezeket a dolgokat. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt az érmékről van szó, az anyagiakról, a munkáról, a hivatásról, hiszen ez összefügg egymással, vagy jelentheti az értékeket is. Itt van két lehetőség, két irány. Erre utalhat a felhő is. Itt is van két lehetőség. Egy világosabb és egy szürke. Itt ez a kép
vagy jelenti a veszteséget, a szomorúságot, vagy hogy feladja a küzdelmeket, vagy jelenthet nyereményeket, mert ha észreveszi a háttérben ezt a szent képet, akkor tudja, hogy meg kell, hogy legyen a bizalom, megkapja az értékeket, lesz nyeremény, értékes ahhoz, hogy kialakítson például egy stabil párkapcsolatot. Meg fogja tenni, mert itt megjelenik a varázsló, és megvan ez az energia, szinte ez a varázslatos kisugárzás, és ez a varázslatos vonzalom kettőtök között. Úgy, hogy a veszteség és a felhő az elmúlik, a varázsló segít ebben. Itt a gyermek jelent egy új kezdetet, és ez a kép is jelent egy újjászületést. Megváltoznak a dolgok. Itt látható, hogy ő uralkodik a helyzet felett. Mindent meg fog oldani, eltávolítja az akadályokat. Sőt, itt látható a változás, egy új kezdet és a csillagok szerencsét hoznak. Adja a bizalmat is, hiszen minden úgy lesz, ahogy itt a csillagokban ez meg van írva. Itt a 10-es szám. Szintén egy új kezdetre utal, kezdődik egy új periódus az életetekben. Itt az érmék jelentik a stabil helyzetet anyagilag és a munkát illetően is, vagy jelent egy stabil párkapcsolatot és a ház egy közös otthon tervezését, vagy azt, hogy veled együtt szeretné ezt kiépíteni. Ami téged illet, még úgy érzed, minden a feje tetejére állt, nem tudod hogyan tovább, sőt, vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzed, hogy elveszíted a talajt, a lábad alól. De ő segíteni fog. Milyen érdekes, hogy a német nyelvű videóban mindkét kép megjelent, ez is, meg az ördög is. Az ördög, az lehet egy negatív gondolat. Ebből úgysem lesz semmi, minden a feje tetejére állt, elveszítem a talajt a lábam alól. Lehet egy negatív érzelem is, félelem, vagy bizonytalanság, veszteség, félsz attól esetleg, hogy veszteség ér téged anyagilag, vagy elveszíted a munkádat, vagy ő eltűnik az életedből. Persze, az ördög az lehet egy hamis személy is, vagy az ő környezetében, vagy a tiédben. Azért óvatosnak kell lenni. És nem szabad az ördögöt a falra festeni, mert megjelenik akkor. Az ő jelenlegi helyzete. Itt döntéseket hoz, aktív lesz, vannak jó ötletei, azon kívül ő beszélni akar veled. És a te jelenlegi helyzeted? Itt látható a könnyek mezeje. Nem volt könnyű időszak ez számodra, de elhagyod a könnyek mezejét, lesz egy új irány, egy új kezdet, tisztázódnak bizonyos dolgok. És ez volt az általános jóslás.
Megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!